Eddig soha nem látott produkciót mutatott be 8 olyan hazai csikós, akik nemzetközileg is elismertek a szakmában. A világon először hajtottak végre egy lovas karüsszelt, amely során különböző feladatokat kellett teljesíteni. De a főszám az pedig egy világrekord kísérlet, hiszen még soha nem szerepelt egyszerre 8 puszta ötös egy pályán, egy programban, és egy különleges karusszel bemutatót fognak csinálni, ahol formagyakorlatokat fognak végrehajtani. Egyszerre lépés, ügetés, járműben, köröket, átlóváltásokat kell a fogatoknak, a puszta ötösöknek itt bemutatni. A lovas karüsszelen belül a csikósoknak például átlóváltást kellett végrehajtaniuk, vagy éppen egymást kellett megkerülniük. Ez egy ilyen ügyességi. Díjlovaglásban használják jobban fogathajtásnál. Pusztaötös még nem volt, nehezebb is vele, már 4-es fogattal is, nem pusztaötössel. Igazából a fésű, ami a legnehezebb. Ott ugye két sorba kell osztódni, a pálya két oldalán, az egymással tükörbe kell menni, a tükröt figyelni kell, hogy ki a párod, és akkor mikor kell elfordulni. Egy lóval is nagyon nehéz, nem, hogy 5 lóval. Ugye itt nem kezeljük egybe az elejét, hátulját, külön megy a két fogat, két hajtószárral. Ugye az 5 lónak külön akarata van, a hajtónak megen egy külön. Start célban ez még itt meg lehet, nagyon-nagyon magabiztosan, és egészen szoros a befutó, egészen látványos a küzdelem. A világrekord kísérlet az első alkalommal megrendezett Hubertus lovaglás része volt. Az eseménnyel a szervezők egy régi hagyományt elevenítettek fel. Szeretnénk a Bugaci Méresnek a régi hírnevét, fényét visszahozni újra, és a köztudatba becsempészni egy kicsit. A szlogánunk is ezt, hogy ugorjunk ki Bugacra, és ennek megfelelően különleges programokat hagyományteremtő módon szeretnénk elindítani itt a Bugaci pusztán. Ez volt a vadászlovaglás, vagy Hubertus lovaglás, aminek nagyon nagy hagyománya volt a régi méneseknél. Ez tulajdonképpen egy természetes akadályokat megugrató verseny, ahol 40 kilométert lovagoltunk egyébként egész nap. Délben volt egy kis szünet, és a délelőtt folyamán volt egy kis piknik. Délután is egy kis piknik. Szerettem volna a messziről érkezett lovasok részére is bemutatni a pusztai táj szépségét, azt, hogy itt mi 20 km tudunk úgy lovagolni, hogy fák között erdőbe nem kell bemenni, tehát ez a Bugaca határtalan puszta, aminek az idilli környezetét meg tudtam mutatni. Olyan hírességek is neveztek a versenyre, mint Pintér Tibor Tenya, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, illetve Széchenyi Krisztián táncművész, a Nemzeti Vágta többszörös részvevője is. A környező települések lovasai, fogatosai is eljöttek hozzánk. Kiegészítő programokat is szerveztünk a Hubertus lovaglás mellé, hiszen itt azok, akik kísérők, akik szerettek volna szurkolni a befutóhoz, és Pák Kovács Alinának gratulálni a győzelemhez, hiszen ő lett a Hubertus lovaglásnak a győztese. Mindezek mellett számos kiegészítő programot is szerveztünk, például Füzesi Péter, a Bács-Kiskun Vármegyei Kinológiai Társaság elnöke is eljött és bemutatta a magyar vizslákat, a gyerekek nagy örömére, akik játszhattak is itt a kutyákkal, de eljött hozzánk például Krekács István, aki a Kurultájnak, a Magyar Turán Alapítványnak a solymászati vezetője. A nap folyamán főzőversenyre, lovas és solymász bemutatóra, lovaskocsikázásra került sor, de meg lehetett látogatni a Pásztor Múzeumot, a Bugaci Ménest, sőt még túrázni is lehetett. Este pedig egy svédasztalos vacsora várta a vendégeket, bulival megspékelve.